Az Irodalomháza Mészöly Miklós Emlékmúzeumban vagyunk. Mészöly Miklós írói hagyatékát Polc Alen ajándékozta Szekszárd megyei jogú városnak, tehát az író szülővárosának 2003 nyarán, azzal az elhatározással, hogy itt egy emlékmúzeum emlékkiállítása jöjjön létre. 2005. január 19-én az író születésnapján nyílott meg ebben a házban a kiállítás. Az első szobában Mészöly Miklós gyermekkorát, ifjúkorát, illetve az alkotómódszerét és nagyjából az életútját mutatja be a kiállítás rengeteg szöveggel és korabeli fényképekkel, és néhány gyermekkori tárgy, illetve ifjúkori tárgy is kapcsolódik hozzá. Mészöly Miklós 1921. január 19-én született Szekszárdon, Molnár Miklós néven. Édesapja Molnár Sándor a Szekszárdbátori Árvízmentesítő Társulat főmérnöke, és Mészöly Miklós nem ebben a házban született, hanem az egykori szekszárdi takarékpénztár emeletén volt az édesapjának az irodája és a szolgálati lakása a főtéren, az egyik legreprezentatívabb épület, tehát ott született Mészöly Miklós. Garai gimnáziumban végezte el a középiskolai tanulmányait, jogi diplomát szerzett utána Budapesten 1939-ben, majd szeretett volna a Sorbonon tanulni, főként filozófiát, irodalmat, de erre már nem került sor, hiszen ekkor már a II. Világháború idején vagyunk, úgyhogy nem utazhatott el külföldre, hanem várta a katonai behívót, ami hamarosan meg is érkezett. Mészöly Miklóst a kelet-poroszországi frontra vezényelték egy rövid kiképzés után, majd hát egy körbezárt német várost kellett volna védeniük, ami a biztos halált jelentette volna, úgyhogy néhány társával megszökött és elgyalogolt Prágáig, majd onnan haza, de természetesen hát hamarosan fényderült a szökésére, és elfogták és hadbíróság elé állították. Egy ismerős hadbíró volt a szerencséje, hogy nem halálra ítélték, hanem újra besorozták és a déli fronton bevetették, ahol hamarosan fogságba került, és 1945 tavaszán hosszas, megint csak gyaloglás után érkezett meg Szekszárdra haza. A 45-ben fizikai munkásként dolgozik, malomellenőr, terménybegyűjtő, ezek is majd megjelennek a novelláiban természetesen ezek az élmények. 1947-ben veszi át a Tolna megyei kisújság szerkesztését, ez a Tolna megyei kisgazdapárt lapja volt, dr. Molnár Miklós főszerkesztőként. Nagyon rövid ideig él a lap, 48 nyaráig, utána Budapestre költözik, vagy hát mennie kell tulajdonképpen. De a Tolna megyei kisújság azért érdekes, mert ebben az újságban publikál először Mészöly Miklós néven, méghozzá apai nagyanyjának, Mészöly Herminának a család nevét fölvéve, és az 50-es években majd hivatalosan is felveszi ezt a nevet. Tehát 1949-ben ő Budapestre költözik, már hamar tulajdonképpen megismerkedik feleségével, Polc Alennel. Polc Alen Mészöly Miklós felesége önálló életművet hoz részle, egyrészt a pszichológiai munkásságával, hiszen ő tanatológiával, gyermekpszichológiával foglalkozik, az egyik legismertebb vagy munkásságának egyik nagyon jelentős része, hogy meghonosítja Magyarországon a világjáték nevezetű pszichológiai módszert, amiben a mai pszichológusok is követői és továbbfejlesztői ennek a módszernek, és amiről sokan ismerik, az a hospice mozgalom megalapítója, tehát a méltó halál, a méltó, a haldoklókkal való méltó bánásmódra való törekvés mozgalmának elindítója. Emellett rengeteg könyve jelent meg, részben népszerű pszichológiai munkák, ugye nagyon népszerűek a szakácskönyvei,
de amivel az irodalom történetbe is beírja a nevét, az asszony a fronton, tulajdonképpen a II. Világháború alatt átélt szenvedéseit írja meg ebben a regényében. Az emlékház két utcai szobájában vagyunk, ebben a két kis szobában Mészöly Miklós és Polcelem budapesti lakásának két részletét mutatjuk be. Az első kis részlet a nagy társalgó szoba, a műterem lakás tulajdonképpen műterem szobájának egy sarka, Mészöly Miklós íróasztalával, illetve a bútorokon körbe már a könyvtár részletét is látjuk. És Mészöly Miklósnak a több mint 3500, közel 4500 kötetes könyvtára volt, pontosabban kettőjüknek együtt. Ebből a nagy részét itt látjuk Szekszárdon. A könyvtár másik fele egyébként Kisorosziban volt, a másik alkotóhelyen, amit az 1970-es évek végén vásároltak meg egy telket, és építettek oda egy nyaralót, ami a Porkoláb völgy után itt a kedves tartózkodási helyük maradt meg életük végéig. És amikor berendeztük a kiállítást, akkor a Kisoroszi házban elhelyezett könyvtár részből is kaptunk ide a kiállítás berendezéséhez, hiszen nem csak ez a társalgó szoba van, hanem a kiállításunkon látható, megidézzük azt a kis szobát is, azt a kis cselédszoba méretű szobát, ami a nagy műterem lakás egyik oldal sok kis helysége volt, ahol Mészöly Miklós az utolsó éveit töltötte. Azt próbáltuk megeleveníteni, amilyen volt, hogy könyvekkel tele zsúfolt, szinte cellaszerű kis szoba, a 70-es évek vas szerkezetű polcaival, melyeket Mészöly Miklós maga készített és maga szerelt föl, és hát a könyvtár rengeteg könyvével, néhány személyes tárgyal, az íróasztalon egy írógépe, ahogy itt a másik íróasztalon az egyik legkorábbi, vagy a legkorábbi írógépe, egy Erika írógép látható, ott már egy másik táska írógép, és hát a könyvekkel zsúfolt nem csak polcok, hanem az asztal látható még. A szép régi ruhás szekrény előtt állunk, ahol láthatjuk, hogy Mészöly Miklós ruhatárából is őrzünk néhány darabot. Mészöly Miklós ingei felöltői között itt láthatjuk a csíkos fürdőköppenyt is, amelyet időskori fényképeiről jól ismerhetünk. Mészöly Miklós az 50-es években négerként is dolgozik, tehát más nevében ír, majd az 50-es évek végén egy rövid időre a Bábszínház dramaturgia lesz. Ez az az időszak, amikor a meséket írnak, meséket és báb darabokat, mind a ketten, Polcelen is, és Mészöly Miklós is, és Polcelen mesélte el azt a történetet, hogyha ő is mesét írt, és hogyha az egy kicsit jobban sikerült, akkor Mészöly kicsit átigazgatta, és megesett, hogy az ő neve alatt jelent meg. Mészöly Miklós úgy fogalmazott, hogy mikor visszautasították egy novelláját, írt helyette egy mesét. Életműve elvitathatatlan részét képezi a gyermeki. A felnőttek világa azonban, melyben ő is élt, sokkal kegyetlenebb ennél. De, mint Salamon király élete, oly csodással rávilágít,
Az isteni gondviselés az emberi sötétségből is évszázadokat bevilágító fényt teremthet. Így volt ez Mézői életében is. 1956-ban az ő lakásukon gyűlnek össze az írók, és fogalmazzák meg egyébként 56-os írók kiáltványt, amit végül egy fiatalabb pályatárs olvas fel, és Mészöly Miklósnak örök életébe lelkiismeret furdalása marad amiatt, hogy ezt a fiatal írótársat börtönözik be emiatt. De Mészöly életében sem marad nyomtalanul ez az időszak, hiszen megfigyelik. Részben ezelől menekül el, a 60-as évek elejétől kezdve Szekszárdra, tavasztól őszig, a Porkoláb völgyben, egy tanyában húzódik meg, és ott írja meg az első regényét, az Atléta halálát. Itt a vitrínben édesanyjának dedikált példányt látunk, de ez sem olyan egyszerű, hiszen a regény először francia nyelven jelenik meg 1964-ben Párizsban, amikor Mészöly Miklós első külföldi útján ellátogat Párizsba is, mármint 45 utáni első külföldi útján ellátogat Párizsba, és szerződést köt egy ott kelet-európai szerzőket kiadó francia kiadóval. Hát ez megint botrány, hiszen a hazai hatóságok engedélye nélkül jelent meg a műve, de végül is német nyelven is megjelenik, és a német kiadással egy időben kiadja végül is a Magvető az első regényét, az Atléta halálát. Ekkor tulajdonképpen az irodalmi élet élvonalába, vagy hát jelesei közé kerül Mészöly Miklós, és hát a szekszárdiak számára azért is fontos, mert hogy ezt a regényt itt írja a Porkoláb völgyben, illetve a következő nagy filozofikus regény, a Saulus is részben itt készül. A 60-as években kihagyhatatlan Péccsel és a jelenkorral való kapcsolata, hiszen itt jelenik meg az Ablakmosó című drámája, amivel megint botrányt kavar. Ezt a drámát színpadra tűzi a Miskolci Színház, de körülbelül a második előadás után betiltják, és a jelenkor szerkesztőjét, Tüskés Tibort is elbocsátják az állásából. Ennek ellenére a következő szerkesztővel is jó kapcsolata marad, és Mészöly Miklós lesz az, aki majd az őt követő író nemzedék, a Eszterházy Péter, Nádas Péter, Balassa Péter kritikus szerzőket a jelenkorhoz vonza, és végig alkotója, szerzője marad a jelenkor című irodalmi folyóiratnak. A 70-es években a prózájában jellemző lesz az egyfajta töredékesség, hogy egymás mellett futó párhuzamos történetek, időben és térben is távoli történetek töredékessé teszik a prózáját, majd a 90-es évek vége fele, vagy a 90-es években visszafordul egy kicsit az anekdotikus történetek fele, ez ekkor jellemzi a pannon, úgynevezett pannon próza jelenik meg újra a munkásságában, az írásművészetében. Ekkor már folyamatosan különböző elismerésekben részesül, jelentős díjakat is kap, Kossuth díjat. A 90-es évek elején politikai, illetve a 80-as és a 90-es években politikai szerepvállalásai is vannak. De mégis talán az a legfontosabb, hogy ő az a személyiség, aki a különböző nézet, akár távoli nézetű írókat, költőket, a személyisége össze tudja gyűjteni, és egymás egy asztalhoz tudja ültetni. Mészöly Miklós a 60. születésnapján budapesti lakásukban az egész író, művész társadalom összegyűlik, és mindenki köszönti Mészöly Miklóst.
Mészöly Miklós ezen az irodalmi élet jeles személyeit átfogó, összekötő hatása napjainkban is érezhető. A Mészöly Miklós Irodalmi Díjat, melyet 2004-ben a Mészöly Miklós Egyesület alapított, minden évben a költő születésének évfordulóján Szekszárdon adnak át egy olyan írónak, aki a tágabb értelembe vett fiatalabb nemzedékhez tartozik, jelentős írói, kritikusi vagy irodalomtörténészi életművet hozott létre, és fontos társadalmi kérdésekben nyilvánosan is hallatja a hangját. 2018-ban Lábas Endre vehette át a kitüntetést, a hagyományokat követve 2019-ben is Szekszárd városának támogatásával január 19-én adják át a díjat. A 90-es években kapott agyvérzése után még nagyon jól fölépül, azonban hosszas betegség után 2001. július 22-én hunyt el Budapesten Mészöly Miklós. 1921-ben születtem Szekszárdon. Budapesten jogi doktorátust szereztem, talán hogy később egy puszta kérvény megírásai zavarba hozza. Friss ügyvédi előttként sikerült egy gyilkost megmentenem a halálos ítélettől, engem meg, mindenkinek a magáit kivittek a frontra. Megszöktem, elfogtak. Kegyelemből újra bevetettek, Szerbiába kerültem fogolyként, onnan szöktem haza. Sokat sportoltam, keveset versenyeztem is. Szenvedélyesen vadásztam, aztán a háború elvette tőle a kedvem. Voltam malomellenőr, munkás, terménybegyűjtő, vidéki laptulajdonos, bábszínházi dramaturg. Gyermektelen lévén 1956-ig csupán gyerekmeséket publikáltam. Évek óta már csak író volnék, s ez, minden számításba véve, mintha több is, kevesebb is volna, mint ami azelőtt volt. Az eldöntetlen évek, az ifjúság, nyilván öregszem. Úgy esett, hogy soha nem tartoztam semmilyen csoporthoz, irányzathoz. Mindig vonzott, hogy igyekezzem a körön belül kívül maradni. Azzal a naivitással, hogy így következetesebben maradhatok elkötelezett az emberrel szemben. Akármilyen arculatát is mutatja. Nem kifizetődő a naivság, de újra se csinálnám másképp.